Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakae Metal autóalkatrész. Sokan nem értik, hogy én miért járok Toyota Prius-szal, mert hát ugye autós ember ilyet nem csinál. Hogyha autókkal foglalkozol, akkor kötelező valami öreg vackot tartanod, amivel szívás az élet. Na, nekem azért van Toyota Prius-om, hogy tarthassak vele egy öreg vackot, amivel... Hát igazságtalan lennék, ha azt mondanám, hogy szívás az élet, de azért tartogat problémákat. Ahogy Csikós mondta annó, az egy úgynevezett rolling restoration, ami azt jelenti, hogy használom az autót, megyek vele, kirándulgatók, pályanapok, stb. És amikor van idő, meg van lehetőség, akkor egy kicsit mindig jobbá tesszük. Úgyhogy most úgy döntöttem, hogy megkérem Danit, hogy egy picit segítsen. És én vidáman mondtam erre igent, egy ilyen gyönyörű napos késő nyári délutánon mi más csinálhatnánk, mint hogy Mazdát csavarozgatunk. Igen, mert odakünn 33 fok van, ideben érzésre 200. És az első probléma, ahogy azt látjátok, hogy az ülésínnek az egyik csavarja egész egyszerűen kiesett, és nem értem, hogy miért és hova. Nagyon tartottam ettől, hogy itt egy hegesztés szűnt meg, de nem. Csak menetrögzítővel betegértünk egy csavart, mert érdekes módon eltűnt, ami az autóba beleesett, megszűnt létezni, és gyorsan pótoltuk. Nézzük a következő lépést, amit mi lesz a következő lépés az, hogy lengőkart cserélünk az autó alatt. Kettő darabot. A legnagyobbakat, a hátsó alsókat. Az a tényállodék, hogy az előző gazdájánál az autó meglátogatott egy árkot a lepencei szerpentinen, ami rendezett néhány dolgot. Ennek egy részét amúgy már pótoltam, hogy hiányzott ez az alsó terelő elem, de, mint látjátok, hát egy kicsit hiányos a dobbetét. De szerencsére 10.000 forintért vásároltam egy bontott elemet, ami hát még több is, mint amire szükségem van, mert ennek igazából csak a hátsó harmada kell majd. Szóval elvágjuk és beragasztjuk? Igen, igen, azt gondolom. Nem, én inkább arra gondoltam, hogy széthúzom a patenteket és visszapatentolom a nem sérülő darabot, de Dani megmondás is tetszik. Unalmas vagy. Igen. Aki egy kicsit is ismeri a típust, az tisztában van vele, hogy az MX-5 az egy ponton tud nagyon rozsdásodni a karosszériájánál. Nekem ez az autó viszonylag szép állapotban volt, ellenben a hossznyúlványok úgy néztek ki, hogy át lehetett rajtuk nyúlni, így ezeket kénytelen voltam befoltoztatni. Ez nem... Ezért hívják hossznyúlványnak. Igen. Nem volt egy különösebben nagy meló abban a tekintetben, hogy létezik javítóelem. Tomi által csinálja őket, az ember megvásárolja, és utána elviszi a lakatoshoz, aki kivágja a sérült részeket, majd pedig fölkerül. Én itt tanultam meg azt a dolgot, amit sose gondoltam volna, hogy így van, de alapvetően belegondolva tök logikus, hogy a rozsdás fém az sokkal jobban eszi a flex korongot, mint a nem rozsdás fém. Tök érdekes. Úgyhogy megtörtént ez, valamint visszakerült ez az alsó burkoló elem, ami szintén a már jelzett lepencementi kátyúban, és abban árokban tudott elkárhozni, de szerencsére megvan. Ezen felül még lesz egy olajcserénk, a fék az rendben, és ha minden jól jön ki, akkor még valami futóművet is kap az autó, ami nem gyári keménységű és nem gyári magasságú, de persze szigorúan gyári alkatrészekből, mert ez egy rendszámos utcai autó, és nem szeretnék összeütközni a törvénnyel. Most ezt az autót én azért vásároltam meg, mert kapott egy nagyon brutál alvázvédelmet, aminek köszönhetően a küszöb, a nyúlványok, a padlólemez, a bekötési pontok, egyebek, az rendben van. Viszont az alvázvédő ember olyan lelkes volt, hogy beragasztotta a futóműcsavarokat alvázvédő truhival, amit onnan tudok, hogy én már ezt az autót szereltem Nyíregyházi Gyuri barátommal. Szia Gyuri, majd hívlak, hogyha elakadunk. És az a baj, hogy bizonyos elemeket csak roncsolással tudtunk kiszedni. De várjál, háromás vagy kétás elemeket? Élmény lesz ez a délután, Dani. Szóval, hogy ebbe a problémában ne fusson bele, tehát hogyha véletlen ezeket a... Hát úgy néz ki a lengőkör, mintha az Adriában ázott volna az elmúlt 5 évben. Hogyha itt bármit csak roncsolással tudunk kiszedni, amit nagyon valószínű, felkészültem, gyere kérlek. Vásároltam az autóhoz bontott lengőkarokat, melyeket homokfújattam, majd... És fényeztél. Megtüsszentettem egy-egy flakon Hammerite-tal, mert a szép hammered lookot ad neki, és hogy
tudjak alkudni, azt hiszem, hogy 30 ezer forintba került a két darab lengőkor, ami itt több jó állapotú volt. Még volt rajtuk Mazda matrica, ami felteszem azért van, mert ilyen gyári pótalkatrész volt. Szóval belealkudtam a csavarokat is, amelyeket szintén mindenféle áztatással és drótkorongozással, hát mondjuk azt, hogy gyári közeli állapotba hoztam. Tehát, hogyha bármit vágni kell, akár lengőkart, akár csavarokat, van tartalék. Viszont ettől függetlenül, hogyha itt ránéztek, hogy hogy néz ki, rohadtul tartok tőle, hogy még ezzel együtt is be fogjuk szopni. Minden esély megvan rá. Én mondtam Antinak, hogy ne legyen ilyen negatív. A nagy műjóv, aki sok mindent megold. Igen. Amúgy természetesen nem csinálunk ilyen barbárságot, hogy csak így kalapáljuk a csavar végét még így, hogy anya van rajta. Csak mivel van mindenből tartalék, ezért nem kell annyira vigyázni rájuk, de egyenlőre ez se tűnik túl célravezetőnek, szóval lehet, hogy elő kell venni a nagy szerszámot. A nagy szerszám az így kifejezetten úgy hangzik, mint egy 70-es évekbeli pornófilm. Pontosan mi az a nagy szerszám? Hát inkább megmutatom, mert körülírni ezt. Félreértésekre adok ott. Ez egy nagy szerszám, ami erős. Remélhetőleg segíteni fog. De Dani, azt tudod, hogy ez az autó, ez alig nehezebb egy tonnánál, nem fogja letekerni onnan a lemelőről? Ha ennek a teljesítményével bírna az autót, szerintem nagyon boldog lennél, mert ez 1000 newton. 1000 newton. Igen. Na látod, ezt mondtam itt. Feltehetőleg amúgy az van, hogy ugye a csavar itt megoldódott, de hogy itt a szilenteken belül ugye kapott ebből a jófajta trutyiból, ami ragasztónak kiváló. Ami igen, hát amellett, hogy véd a rozsdától, mert tényleg véd a rozsdától, hiszen nem rozsdás az autó alja. A csavar leszedésétől is. A csavart beragasztotta, mint a húzat. Na, itt ugye az történt közben, hogy a Dani egy erőkarral megterhelte a csavart innen, miközben egy erőkarral, miközben én ütöttem ebből az irányból, és így el tudta engedni. Nem mindig a gép a megoldás mindenre. Viszont azt elmondhatjuk, hogy ezt a csavart, ezt nem az alvázvédő tartotta a helyen. Igaz, Dani? Ezt a természet tartotta ott. Igen. A korrózió. Tanuljatok a hibámból, azért mondom el, meg mert máshol röhögni mindig jó, még ha én is vagyok a visznek a tárgya. Szóval, amikor csináltam ezeket a lengőkarokat, szépen elhoztam a homokszórótól, ahol felajánlották, hogy leszinterezik, de ugye az melegítéssel jár, és én nem szerettem volna, hogyha a nagy meleg meggyötri a szilenteket, mert azok még tök jók ezekben a lengőkarokban, szóval majd én lefényezem. Szépen lemaszkoltam a szilenteket, mert utálom, amikor valamit csak így igénytelenül telibe fújnak, viszont utána ugye ki kellett akasztani száradni. Kiraktam két drótra, felakasztottam, majd egyszer csak nagy csörömpölést hallok, és a frissen festett lengőkar a porba hult. Ott landolt bele a porba. Úgyhogy kezdhetem előről a teljes folyamatot. Nagyon-nagyon szomorú voltam. Nem, ez nem helyes kifejezés. Üvölteni tudtam volna, mint a fába szorult féreg. Az meg tényleg. De a lényeg, hogy most szépek és rózsdamentesek a lengőkarok, amelyek majd beépítésre kerülnek. A csonkálvány külső csavarját már kiszedtük egy erőkarral és kalapálással. A következő csavar az a lengő, az a gátló alsó bekötési pontja, amit most Dani megrángat. Elmondom, hogy hol csesztük el ezt legutóbb. Megpróbáltátok leszedni? Neki mentünk, hát ugyan nem Milky Way-jel, hanem Parkside-dal. Az erős. Az erős. És ugye ennek bent van egy hegesztett anyája. Ja, hogy az... És innen lehet hozzáférni az anyához, vagy? Nem. Illetve igen, hogyha kivágod ablakosra. Ha. Engem ez az ablakos kivágás is zavar. Úgyhogy ezért is leszeretném cserélni ezt a lengőkart. Aha. Így van. Na, de mi azt onnan letörtük, amikor megpróbáltuk nagy géppel megküldeni. De hát azt mondtad, hogy lehet flexelni bátran, szóval... Bátran, hiszen van belőle még. Gyáva népnek nincs hazája. Így, így. Pirosbetűs ünnep lesz a naptárban, mert igazam volt. Ugyanis tényleg elvált az az anya, ami ez a csavar belefog. Kitől? Emiatt a lengőkartól, aminek az elmúlt 20 évben közeli barátja volt. De a lényeg az, hogy most ide vágnom kell egy kis ablakot ahhoz, hogy ezt az anyát meg tudjuk fogni egy villáskulcssal, és akkor ki lehet tekerni a csavart. Ez az elmélet. A gyakorlat legutóbb az volt, hogy orrfűrésszel kellett elvágnunk a csavart. Úgyhogy... Ne flexeld magad arcon, ez fontos. Jól van, rendben. Meg engem se. Azt érzem, hogy itt kifejezetten nehéz magamat nem arcon flexelni. De... Így van benne kihívás. Ez Dani!
Gyere ide, és nézd meg, mit csináltál. Az anya, ami elforog, és ez vált most hozzáférhetővé. Reményeim szerint. Na. El is hagyta a rendezvényt. Megvágtuk a szerelőablakot, meg tudtuk fogni egy villással az Isten a csavart, ja. És ki tudtuk hajtani. Ez az, ami a túloldalon a beragasztás miatt nem sikerült. Dani úgy csinál, mint a kénysabb, és megoldja. Jaj, hosszú lesz ez a videó. És ha ezt a csavart leküzdöttük, akkor már csak egy van hátra. Figyelj, ott várjál, nagyon fontos dolgot használni fogunk. Úgy, mint? Csavarlazító? Így van, grafitos csavarlazító egyébként. Ez kísérleti termék nálunk. A féktisztító kifejezetten jó, Ákostól hallottunk ezekről a termékekről, és azért kezdtük el használni a féktisztítót, és most ezeket a termékeket is teszteljük, de egyelőre beválni látszik. Rettegtem ettől a csavartól, mert nem készült vágókép az oldás előtt, de így nézett ki. Mert hogy az ott masszívan egy testet képez az autóval, annyira be van oda malterozva. Mondtam Antinak, hogy ne aggódjon, mindent megoldunk. Az oldás? Hát lazítani kell, nem meghúzni. Igen, tudom. Nagy segítséged van így. Nagy segítség. Az lesz az. A sorrend nem teljesen ideális. De nézem úgy, hogy ezt beledugod, ez tökéletes lesz számunkra most. Igen, így a... Nagy segítség ez a magyar család. Így van. De hát ezt a klímás videóban már megtudhattuk, kinek mit intézett a csatornája. Mindig ezt láttam a hozzáértőktől, hogy kalapáccsal kell kocogtatni, mert az segít. Csávó baszki, megoldotta, mint a matek példát. Hát, csavarokat előbb oldok meg, mint matek példát. Ez sose volt az erősségem. Még kislány koromban. További dráma bontakozik ki, mert miközben ott parkolt az autóm, ott egy folt volt alatta. Víz. Úgyhogy gyorsan ide sételtem megtekinteni, hogy mennyi víz van a kiegyenlítő tartályban. És jól látjátok, a kiegyenlítő tartályban nincs víz. Úgyhogy fölhívtam a lelkivezetőmet, MX-ot lelkivezetőmet, Gyurit, aki elmondta, hogy ezek a hűtők bizony idővel tönkre mennek, szétnyírnak, és elkezdik kinyomni a vizet, amely itt tökéletesen látható. Úgyhogy a futómű felújítás úgy tűnik hűtőcserébe torkollik. Mondd el a kamerába, hogy miért történik, ami történik. Na most elforgott a stabilút pálcában az imbusz, ezért úgy döntöttünk, hogy nem állunk neki hákolni, hiszen vélhetően nem nagyon volt cserélve az elmúlt pár évben, úgyhogy a jó minőségűt azt hiszem megrendeltük 5000 forintért, ez holnapra itt lesz. Én most emocionálisan megterhelve érzem magam a hűtőcsere miatt. Ezzel a szép magyar szóval kifejezted, hogy szomorú vagy. Ez egyébként kezd egyre inkább ilyen autentikus szerelős videó hangulata lenni ennek, hogy elterveztük egy ilyen fél órás munkának, és már csak a holnapi napon tudunk elkészülni. És ott tartunk, hogy a feleségem jön értem, mert hogy már ezzel az autóval nem mehetek haza, hiszen nincs benne hűtővíz. Úgyhogy, tipikus. Igen, nem látom értelmét itt a hákolásnak, a csavaroknak, szóval... Ezért levágod. Barátom, az orrfűrész! Nani, én érzem, ez már mennyire? Meg vagyok mindig lepődve, hogy egy ilyen pici semmi autó alatt ilyen alkatrészek vannak. Nagyobb, akkor, mint a fejed. Igen, és mikor látom, hogy ezekből ilyen offroad autót építenek, meg ilyen Baja homokban csapatos MX-öt, akkor azért rájössz, hogy ezért lehet, mert ennyire irdatlanul túl van méretezve a technika. És akkor azt szeretném mutatni, hogy... Előtte, utána! Jól látható módon eltávolítottuk az autóból a lengőkart. Várjál, hozok fényt neked. Nem kell, inkább mondd el, hogy mi következik most.
megismételjük az előző folyamatot, csak visszafelé. Szépen előkészített alkatrészeket behelyezzük. Csak ne azt, hanem a másikat. Én ezt szeretném ide tenni. Hát, Dani, biztos vagyok benne, hogy a Tarzan fúrni újjukat metodikával menni fog, de inkább tegyük oda az odavaló lengőkart. Ajaj, azt hittem, hogy azt készítetted elő, amire szükségünk van. Nem, nem, csak egy látványos előtte-utána képet akartam. Csalódott vagyok. Hát még annyira friss a cucc, hogy még rajta van a maszkolószalag. Nagyon lélekemelő egy ilyen frissen beépített, szép állapotú alkatrészt látni az autóban. Főleg úgy, hogy ezt az alkatrészt én készítettem elő, ami külön hozzátesz. No de, az igazán profik, illetve akik nem olyan amatőrök, mint én, feljelölik a futóműállító csavarokat, hogy pontosan milyen szögben álltak, mikor kivettük őket, hogy mikor visszarakjuk, legalább egy ilyen hozzávetőleges futóműbeállítást meg tudjunk tartani, hiszen innen az első útunknak a futóműállítóhoz kell vezetnie. Na de, azért nem akarok futóművet állítani, mert mint mondtam, jönnek majd okosgátlók a jármű alá, és majd nyilván akkor, hogyha bekerültek azok, de megjegyeztem, hogy ezt a csavart középre állítottuk, és ugye az MX-5-ben az a királyság, hogy van ilyen kis fokolókerék, ott vannak rajta az osztások, és a kasztin pedig van neki egy jelölő, és odaállítottuk be, ezzel megtartva az eredeti, illetve hát a bontáskori széttartás, valamint a bontáskori kerékdőlést. Ugye ennél az autónál a kerékdőlés és a széttartás egyaránt állítható itt hátul. Elég nagy mértékben. Közben itt, Dani, kérlek meséld el ezt a zseniális szerszámot, amivel dolgozol itt. Ez is egy gyönyörű Milwaukee szerszám, ami nem reklám, ez nagyon fontos, de attól függetlenül jó szerszámaik vannak, szóval gondoltam, hogy legyünk professzionálisak és húzzuk nyomatékra a futómű csavarokat, csak azért illendőbb így. Megnéztük az interneten, hogy ezt hány newtonra kell megtenni, és megtettük. És most már nincs más teendőnk, csak véghez vinni ugyanezt a műveletet a túloldalon is. De ezzel nem terhelünk titeket, csak akkor, hogyha beszopódunk, hogy tudjatok velünk nevetni. Szóval, hogy itt látszik a fejem mellett, az autóm alatt van két új, illetve erősen felújított lengőkar. Érdekes, hogy ezzel az oldallal mennyivel hamarabb végeztünk, aminek alapvetően két oka van. Az egyik az, hogy tudtuk, mit kell csinálni, a másik, hogy ez durván egy évvel ezelőtt már meg volt bontva egy gátlócsere miatt, de szépen mondtam. Szóval a másik ok az, hogy ezt már megbontottuk egy gátlócsere miatt egy évvel ezelőtt, és amikor összeraktuk, Gyuri szépen berészpasztázott minden csavart, ezért nagyon könnyű volt őket oldani, kvázi kézzel kitekertük, aztán pedig ment össze. A következő lépés pedig, hogy a lepencei árokban elkopott dobbeték darabot pótoljuk. Ez a lengőkarcsere után már csak egy könnyed új gyakorlat lesz. Amire viszont nem vágyott a lelkem, az a hűtőcsere. Bár állítólag az sem bonyolult, mert csak fölül van rögzítve, alul beül egy konzolba, és hogy kivesz, betesz, aztán légtelenítés egyebek. De ez már a holnapi nap sztoria, leginkább azért, mert holnap érkezik meg az alkatrész. Hasznos tipp. Az én autómban itt a sárvédő visszaperemezésénél begyűlt egy halom homok, meg dzsúva, mivel hiányzott a dobbetét egy része. Ezt most kitakarítjuk, ami azért fontos, mert nem fogja meg a vizet, így nem indul meg a korrózió. Ezt amúgy akkor is érdemes megtenni, hogyha... Hogyha nem hiányzik a dobbetét egy része, mert akkor is tud bemenni por, és ugyanez a probléma fennállhat akkor is. Újabb nap, ismét a Mazda alatt. Azért erre nem számítottunk, hogy eddig fog tartani, de megjött a stappálca, és... megérkezett a hűtő is, amely itt van. Ez a jobbik minőségű Nissan márkájú. Úgyhogy le kell bontanom ezt az alsó védő terelőelemet, és utána hozzá fogok férni itt alul a hűtőhöz. Na most azt a tippet kaptam, hogy mivel ez a hűtő kuka, nem kell bajmolódni a leeresztő csavarral, egész egyszerűen húzzam le a csövet, két pillanat alatt kifolyik, és utána már nem annyira vészes kicserélni. Ez volt az az alsó alap, amit le kellett bontani. Jól látszik, hogy tulajdonképpen a hűtőnek minden pontján dőlt már a víz. A cserére spalkóval letoltjuk a bilincset. És le kell játszanom. Megvárom, míg kifolyik, lehúzom fent is. És elméletileg a hűtőt magát nem nehéz kivenni, csak a felső konzolokat kell oldani, és kiemelhető aluminiumzsebre. Eddig az elmélet, aztán kiderül.
És most ezt a vezetéket oldom, utána leoldom a ventilátorokat és kiemelem. Ismét csak nem kell magyarázni a különbséget, ez itt a régi hűtő, ez meg itt az új. Most már mindössze csak annyi a dolgom, hogy átépítem a ventilátorokat a régiről az újra, és utána mehet vissza, aztán fel kell tölteni vízzel. Érdemes megnézni, hogy az évek során, szerintem ez az autónak még a gyári hűtője, legalábbis Colsonic beszállítói matricák vannak rajta, szóval hogy az autó gyári hűtője milyen sérüléseket tud elszenvedni. Tehát ide például nagyon bejött egy kő, csodálom is, hogy nem lyukasztotta ki. A probléma maga, ahogy itt látszik, ahol találkozik a műanyag és a fém elem, itt kezdte el kinyomni a vizet, folyt le az egészen, aztán folyt rá a mindenre is. Átszereltem a ventilátorokat, szóval felmerült egy olyan érdekes probléma, hogy ezen a Nissan hűtőn volt egy ilyen kiállás, pontosabban kettő, aminek amúgy a foglalatai a régi hűtőn is megvannak, csak nem került beépítésre maga a csok. Na most, Dani azt mondta, hogy szerinte ne baszakodjunk a ledugózással, úgyhogy egész egyszerűen beraktuk a kettő közé egy vízcsövet, lefogadtunk bilincsekkel, és akkor ez a probléma kvázi megoldódott. Ezen felül pótolnom kellett néhány csavart, mert hogy az évtizedek és a légköri oxigén az bizony nyomot hagyott itt bizonyos elemeken, de most úgy tűnik, hogy ez a vadonatúj csillagó hűtő beépítési kész. Úgyhogy segít. Ugye, ahogy a kiszerelés nem láttuk, lent beül egy ilyen kis gumibak, ami csillapít. Igyekszem úgy berakni, hogy az új hűtőt ne hozzoljuk össze a klíma hűtővel. Szívás onnan félre húzni. Igen. Az ember tudta félre húzni, és hogy mennyire könnyebben megy be, mint hogy kijött, az meg a hűtő. És hallod, hogy beült a helyére? Egyszerű. És most ezeket a konzolokat fogom ide visszaépíteni, és összefutosni a vezetékeket. Hogy várjál? Én csak hirtelen megijedtem, hogy itt valamelyik fényszóró kapcsolónak a vezetékére dugom rá. Hát most, hogy megtörtént a hűtő cseréje, fel kell tölteni hűtőfolyadékkal. Nézd még, milyen gyönyörű színe van az embernek, kedvelem. Innál egy kortyot. Egy ilyen meleg nyári napon rendesen csábító. Egy szénsavmentes meleg folyadék csak jó lehet, aminek valószínűleg az íze is szar. Vállalhatatlan. Mondjuk van benne alkohol, nem? Igen, és tudomásom szerint azért vannak is, akik olyan szintjén vannak ennek az alkoholfogyasztásnak, hogy rá is fanyarodnak. Azért ez zorán. Most betöltöm. Azt nem néztem meg, hogy mennyi hűtőfolyadék kell az MX-5-be. Egy idő után észreveszed. Igen. Feltöltöttem hűtővízzel, most meg egy kicsit járatom, hogy kiléktelenedjen, addig visszarakom a kerekeket. Hamarosan következik egy futóműállítás, de az majd egy másik videó témája lesz, mert akkor remélhetőleg már bekerülnek az új kolyóverek is. Most rendrakás, aztán pedig hazamegyek, és egy kicsit dolgozni is kéne, mert bár ebből itt készült videó, addig a check engine nem nagyon készült, és a check engine-nek készülnie kell. Szeretnék köszönetet mondani anyukámnak, testvérem, meg leginkább Daninak, hogy itt volt, és mikor elbizonytalanodtam, akkor azt mondta, hogy Anti, meg tudod csinálni, mert nem érek. Így magadban. Így magadban, mert én most biztos nem megyek oda. Nem fogom gyakran ilyet csinálni, mert ha bár nagyon szeretek szerelni, nem tudok, ez egy csomó dologra igaz az életben. Mindegy is. A Mazdáról még lesz egy csomó tartalom, mert ez az én kis szerelem projektem, és remélhetőleg egyszerű lesz belőle egy tényleg frankó utcai pályaautó, remélhetőleg legális formában. Vagy eladom, nem tudhatjuk, mit hoz a jövő. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán hamarosan találkozunk.